a Hajdú Hadházi Aranykapu óvodába járó gyerekek szülei is tudják, hogy ebben a korban mennyire fontos az elfogadás. Ezért olyan óviba viszik a gyerekeket, amelyről saját tapasztalataik vannak, hogy a szomszédok, a rokonok jókat mondanak róla. Ide vegyesen járnak magyarok és romák. Nekünk ez az óvoda tartozik, de a rokonok már előtte ide jártak, keresztlány, itt családtagok. Én meg vagyok elegedve az óvodával. Hát itt majdnem mint szomszédok vagyunk, utcabeliek. Az elidegenedés ellen hat az is, hogy a szomszéd gyerekek együtt játszanak. Ez a szülőket is jobban összehozza. Nyáron, mikor jobb idők vannak, akkor ha kint tevékenykedünk, akkor megállunk kerítésnél, átbeszélgetünk, vagy van úgy, hogyha az utcán, akkor ott is szoktunk beszélgetni, váltani egy pár szót, bográcsolás, meg ilyesmi, meg ünnepekkor inkább. Például én úgy vagyok vele, hogyha látom, hogyha valaki nem érdekel az, hogy roma vagyok, nem látom, hogy egy kicsit visszahúzódok, akkor én szívesen el vagyok velük. Meg vannak is olyanok, az óvónőkkel is nagyon jól el vagyunk, megértjük egymást. A vegyes házasságok oldják a magyarok és a romák közötti ellentétet. Ebben az óvodában nagyon sok olyan szülő hozza a gyerekét, akik saját maguk is magyar-roma párok, vagy a rokonságukban vannak vegyes házasságok. A sógorom egy magyar lányjal él, két gyerekük van. Aha. És ott közelebb kerültek? Hát igen, én szeretem azt a lányt, így vele vagyok így legszorosabb kapcsolatban így magyarok közül, de én szeretem, jól el vagyunk. Az én gyerekem is romák, tehát az én férjem is a roma származású, és nem számít. Tehát ez az egy, ami nagyon jó dolog, hogy itt nem roma, roma gyerek együtt van, a gyerekek se éreztetik egymással, hogy te most roma vagy nem. Tehát itt a szülőkkel való kapcsolat is nagyon jó, mert itt nincs ez a faji megkülönböztetés, tehát itt nem lehet. Én úgy veszem észre, hogy egész órán, tehát nem csak a katicán belül, hanem így az óvónők sem tesznek különbséget, hogy egyik gyerek ilyen, vagy egyik gyerek amolyan. A roma gyerekekkel foglalkozó óvónő 20 éve dolgozik itt. Az elmúlt évtizedek alatt hatalmas tapasztalatra tett szert abban, hogyan is dolgozzon együtt az eltérő kultúrájú és gazdasági hátterű családokkal. Nem aranyosak jutottak, és lehet velük bármiről, olyan dolgokról lehet velük beszélgetni, amiről egyébként mondjuk, ha engem kérdeznek, akkor visszautasítom. Tehát sokkal-sokkal bátrabban beszélnek a problémáikról, mint mi. Meg 5-6 éves kor az, amikor rájönnek arra, ugye az ő nevelési elvük azért az, hogy a gyerek azt csinálhat, amit akar otthon 1-3 éves koráig gyakorlatilag. Neveli a család, meg neveli a széles közösség, mindenki neveli. Aminek van egy nagyon jó oldala, mert sokkal könnyebben tudnak szocializálódni, sokkal könnyebben megy nekik az, hogy egy idegen embert elfogadjanak, mert ők mindig egy nagyközösség része, a kis gyerek. Uh-huh. Viszont ide beérkezik, egy elég kötött keretek közé a gyerek, és hát itt persze ugye alkalmazkodni kell, és akkor jön a hihetetlen nagy ellentét a nagy szabad életből be az óvoda keretei közé, és akkor innen aztán robbannak a problémák, hogy nem is biztos, hogy jó az, hogy mindig azt csinál az a gyerek, amit ő gondol. Hmm. És mire ezt a szülő felismeri, eltelik 5-6 éves a gyerek, és hát bizony, akkor már probléma a probléma. A békés egymás mellett élésnek is van különleges öröme, főleg, ha a szerelem felülírja a hagyományos szerepeket. Az én szülem is a férjemnek a szülei egyház közt laknak. Tehát mi gyerekkorunk óta nagyon jól ismertük egymást, barátok voltunk, tehát a szülők is mai napi barátok, tehát nekünk ebből a szempontból, szomszédból lett férjem.